Köszöntöm a kedves nézőt! Ismét azért találkozunk itt ezen a fórumon, hogy azokat az eseményeket és történelmi folyamatokat beszéljük meg együtt, amelyek befolyásolják mai jelenünket is. Természetesen a globalizációról van szó, és ahogy az első három adásban erről már beszéltünk, a globalizáció annyit jelent a mi olvasatunkban, hogy egy népcsoport, mégpedig a zsidó nép a Talmud ígéretei alapján, ahogy ezt bemutattuk, hiteles iratok alapján és hiteles iratok olvasásával arra tart igényt, hogy a világ feletti hatalmat ő birtokolja. Ők tartják magukat arra érdemesnek, hogy a többi nép felett hatalmat megszerezzék, gyakorolják, irányítsák őket. Ezt láttuk tehát az előző adásokban, és azt is láttuk, hogy itt gyakorlatilag 2000 éve egy olyan harc folyik, amelyik nagyjából a zsidóság szellemisége és a kereszténység közötti harcként jellemezhető. Tehát a mai alkalommal én az európai történelemnek egy olyan kulcs fontosságú eseményét szeretném önökkel megbeszélni, amelynek a hatásai ma is érezhetők, és amelyről a mai európai politikusok úgy nyilatkoznak, hogy tulajdonképpen annak a bizonyos eseménynek a folytatása zajlik ma is, ez pedig a francia forradalom. Abban nagyon sokan egyetértenek, hogy a francia forradalom valami egészen újat hozott Európában, csak abban nem értenek egyet, hogy ez az új, ez jó vagy rossz. Itt ki kell jelentenünk, hogy ez egyértelműen a romlás, a nagy szellemi romlás kezdete volt, és ebben már hiteles tudósok velünk tartanak. De hát a francia forradalom 1789-ben, 18. század vége, miért jelentett olyan újat az európai történelemben? A magyar tankönyvek, ugye szabadság, egyenlőség, testvériség elszavával vezetik be ezeket az eseményeket, és dicsőséges francia forradalomról beszélnek, az ember felszabadításáról, az ész, a gondolkodás felszabadításáról, és nem beszélnek arról, hogy mi áll e mögött. Az elmúlt adásban már érintettük azt, hogy gyakorlatilag az áll mögötte, hogy az ember mindenhatónak képzeli magát, és a Teremtő Isten helyébe önmagát helyezi, azaz az észt helyezi. De ezzel azt is kimondja, hogy amint az ember meghal, már pedig az ember az nem örök életű, akkor maga az ész is meghal, tehát a gondolkodás, tehát tagadja mindazt, amit a kereszténység állít, és állított 2000 év óta. Tehát a francia forradalom, mit tanítanak erről nyugati iskolákban? Hogy nyilatkoznak nyugati uniós politikusok? Ebből szeretnék kettőt felolvasni. Az egyik az eléggé ismert a magyar közvélemény előtt, de mindenek előtt azt az ismeretlent olvasom fel, aki most is az Unióban foglal helyet. Francia oktatásügyi miniszter volt 2012 és 14 között, most pedig EU-s parlamenti képviselő. Úgy hívják, hogy Vincent Peillon.
A következőt mondja a francia forradalomról. A nagy francia forradalom olyan történelmi esemény, amihez foghatót mást nem tudok megnevezni. Egyedülálló, időtlen, mindenek feletti. A francia nép számára egy bűnhődés. Ez érdekes. Miért kellene a francia népnek bűnhődnie? És egyben újjászületés. Egy abszolút kezdet. Tehát az abszolút kezdet azt jelenti, hogy előtte, mindaz, ami előtte van, nem létezik. Folytatom. Új emberfaj születése, tehát ebből következik, hogy ami előtte volt, az jelentéktelen. Nem létezik. Tehát mindaz, ami a történelemben azelőtt zajlott, az szerinte lényegtelen. Mindaz a tapasztalat, ami a népek hagyományaiban felmaradt, sok-sok ezer, tízezer évre visszamenőleg, azt el lehet dobni. Az szükségtelen. És ehhez tegyük hozzá, hogy valóban a francia forradalom alatt voltak olyan írók és gondolkodók, akik kijelentették már akkor, hogy a múltat el kell törölni végképp. Amit a marxizmus folytat aztán a 19. században. Folytatom Vincent Peillon beszédét. Az iskolának alapvető feladata, hogy elszakítsa a gyermeket minden forradalom előtti ismerettől, mert a gyermek csak így válhat tökéletes polgárrá. Tehát nincs szükség arra, szerinte, hogy valamit is megtanítsanak, ismertessenek mindamból, ami 1789 előtt történt. Ismét folytatom. Az iskolának olyan újfajta vallási központtá kell válnia, melynek újfajta papsága, liturgiája, törvénykönyve van. Tehát mindent, ami egyéb valláshoz kötődik, ami családhoz, nemzethez kötődik, az nem létezik Vincent Peillon számára. Az iskolának kell ezt az újfajta embert kinevelni, akinek semmihez és senkihez nincs kötődése, csak a forradalmi eszmékhez. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Majd meglátjuk, hogy mik is a tartalmai ennek a három jelszónak. Tehát egy mai nyugat-európai politikus így nyilatkozik a forradalomról. De hát mik is történtek ebben a francia forradalomban? Milyen dicsőséges események? Erre egy Clemenceau nevű politikus beszéde fog utalni, akit nagyon jól ismerünk, az elmúlt adásban is szóba került a családja, mert ugyan hát ő francia politikus, de magyar rokonsága van, ugyanis a galántai bíró lányát vette el a fia feleségül, és az unokái is galántán születtek 1901-ben és 2-ben. Tehát Clemenceau. Clemenceau, akit tigrisnek neveztek, a lehető legkegyetlenebb politikus volt a francia történelemben. 1908-ban a tüntető munkásokba lövetett, mint miniszter, és azt is följegyezték, hogy a parlamenti beszédei olyan vitriolosak voltak, és olyan kegyetlenek,
hogy nem egy kormány utána kénytelen volt lemondani, ugyanis rágalmazásokat tartalmaztak ezek a parlamenti beszédek. De Clemenceau-val kapcsolatban hozzá kell tennünk, hogy ő benne volt a Panama botrányba is. Csak erről nem sokat hallunk. Tehát Clemenceau a következőt nyilatkozta 1891-ben a francia forradalomról, a francia nemzetgyűlésben. Ez Plunkard d'Assac professzornak az 2014. január 29-én elhangzott előadásából származó részlet, aki erről könyvet is írt. Tehát a Clemenceau beszéd. Elfogadok és indokoltnak tartok mindent, ami a francia forradalomban történt. Elfogadom a szeptemberi tömeggyilkosságokat, a Nantban végrehajtott tömeges vízbefolytásokat, a forradalmi házasságokat, ahol szűzlányokat pároztattak erotikus kényszer alatt férfiakkal, mielőtt a Loire-ba folytották volna őket, ahol a haláltusa közben még az előtte rajtuk elkövetett erőszak testi fájdalmait is elszenvedték. Jogosnak tekintem a Lyonban történt kegyetlenségeket is, ahol gyerekeket kötöztek ágyúcsőhöz, és 90 éves öregeket együtt folytottak meg az alig serdült kislányokkal. Mindezek a forradalom dicsőséges oldalait képezik, és megtiltom, hogy valaki elítélje a történteket, és itt az állami közhatalom szinterén bármilyen neves dramaturg megjelenjen több mint 100 év után, és a sajnálat szavaival említse ezeket, ami szentségtörés lenne Robespierre és Marat szellemével szemben. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell kommentár. Ez volt a francia forradalom. Ennek a francia forradalomnak egyenes következménye lett az oroszországi forradalom is, hiszen a francia forradalom a szabadkőművesek által előidézett és előkészített forradalom volt. Ebben is egyetértenek már a történészek. Tehát a szabadkőművesség, amelyik egy titkos szervezet, és a mai napig is él és virágzik, és behálózza az egész világot, olyan történelmi eseményeket készít elő, amelyek fenekestől felforgatják a világot, és tömeggyilkosságokhoz vezetnek. A következő adásokban majd szeretném ismertetni önökkel azokat az előzményeket, amelyek az orosz forradalom kirobbanásához, kirobbantásához vezettek, mert nagyon tanulságosak lesznek azok is. De itt a francia forradalom kapcsán még azt is meg kell jegyeznünk, hogy mivel mondottam, a szabadkőművesség készítette ezt elő, ez a francia forradalom bizonyos politikusok szerint még nem ért véget. Tehát majdnem azt kell mondanom, hogy permanens forradalomról van szó. Kikre alapozok én? Hát például a Grand Orient páholy egyik tagjának a kijelentésére, őt úgy hívták, hogy André Lebé, és az első világháború alatt nyilatkozta a következőt. A jelenleg folyó háború egyenes folytatása annak a harcnak, amely 1789-ben kezdődött.
tehát az első világháborúban a szabadkőművesek úgy tartják, hogy az 1789-es francia forradalmat teljesítik ki. Ugyanekkor, tehát az első világháború alatt, 1917. május 13-án a portugál nagypáholy nagymestere a következőt mondja: a szövetségesek győzelme a szabadkőművesség eszméinek győzelmét kell, hogy jelentse. Tehát itt arról van szó, hogy titkos társaságok előkészítenek úgynevezett forradalmakat, puccsokat, és előkészítenek olyan a világot megrázó eseményeket, háborúkat, amelyeknek természetesen ők a haszonélvezői. De hát kik ezek a haszonélvezők? Igen, a titkos társaságok tagjai, a szabadkőművesek, akikről az elmúlt adásokban több dokumentumot olvastam fel, arra vonatkozólag, hogy a szabadkőművesség zsidó alapítású. Tehát gyakorlatilag ezek az események oda vezetnek vissza, és azt is megállapítottuk a dokumentumok alapján, hogy a zsidóság gyakorlatilag világhatalomra tör, a világhatalmat úgy óhatja megszerezni, hogy egyszer majd ő fogja az összes nép vagyonát birtokolni, és egy egész földre kiterjedő úgynevezett judaizmus fogja az emberiséget vezetni, mármint azt az emberiséget, amelyet ők kigondoltak. Azért kell ezekről a dolgokról beszélnünk, mert sajnos a hivatalos médiában, és most már az alternatív médiák többségében sem lehet ezt a témát megpendíteni, pedig ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik velünk, ahhoz ezeket a folyamatokat tisztán kell látnunk. Ugyanis a mai napig folyik ez a harc, és hogyha nem látjuk a mozgatórugókat, és ha nem látjuk az ellenséget, akkor nem tudunk stratégiát kidolgozni, nem tudunk ellene föllépni. Az pedig tulajdonképpen az emberiség vesztét jelenteni, ami annyit jelent, hogy az emberi minőség veszne el. Tehát a forradalmak, világháborúk kigondolói, előkészítői a szabadkőművesek. Azt mondtuk, hogy a francia forradalomnak volt három jelszava, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség, amely jelszót állítólag akkor találták ki. Csak hogy ez nem így van. Ezek a jelszavak, eszmék már léteztek a katolikus vallásban is, a keresztény vallásban, csak egészen más tartalommal. Na most, hogy milyen tartalommal említik ők ezeket a jelszavakat, azt hadd olvassam fel a Zion bölcseinek jegyzőkönyveiből, mert ott ezt nyíltan kimondják. Úgy tudjuk, hogy a Zion bölcseinek a jegyzőkönyve az 1897-es svájci zsidó világkongresszuson, gyűlésen születtek, és aztán kalandos úton kerültek az orosz birodalomba, és ott az Ohrana egy házkutatás alkalmával találta meg őket, és innen ered aztán az ismertségük. 1905-ben jelent meg először nyomtatásban
a jegyzőkönyvek, és maga ennek a kiadásnak egyik példánya alapján, amit a londoni központi könyvtárban őriznek, terjedt el aztán a világon. Tehát mit írnak a Zion bölcseinek jegyzőkönyvei a szabadság gondolatáról? A következőt. A jog az erőben rejlik. A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani, annak a megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja. Tehát ez egy csalétek. Azt mondják még a következőben. A politikának semmi köze az erkölcshöz. A mi jogunk az erőszakban rejlik. A kellő munkamódszerek kimunkálásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát, lanyhaságát, álhatatlanságát. Itt hogy említsem meg az illuminátus tanítást, amit azt mondja, bármit meg lehet tenni az emberekkel, ha megismerjük gyengeségeiket, hajlamaikat. Tehát ezek a titkos társaságok, amelyek a hatalomra törnek, ezek nagyon jól tudják, hogy hogy lehet manipulálni az embereket, és hogy lehet rákényszeríteni bizonyos dolgokra, csupán azzal a módszerrel, hogy alaposan megismerik a természetüket. A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszaváról még a következőt mondják. A régmúltban mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat. Ezeket azóta is ismételgetik ostoba papagájok. A magukat bölcsnek gondoló gólyok nem vették észre, hogy ellentmondás van a szavak egymás mellé helyezése között. A természetben nincs egyenlőség. Nem gondolták meg, hogy a természet maga rendelte a nézetek, jellemek, a képességek egyenlőtlenségét a maga törvényei alá. Tehát csalétek. A francia forradalom eszmerendszere csalétek. De hogy is készítették, és hogy lehet egy ország lakosságát olyan módon manipulálni, hogy a békés lakosság forradalmat készít elő, és forradalmat csinál. Hát itt a francia forradalom előzményeit szeretném önökkel egy kicsit részletesebben megbeszélni, mert hát ha ebben a mi helyzetünkben, amikor ugyancsak egy katasztrófa fenyeget, valamit tanulunk ezekből. Ugyanis a történelmi eseményeket nem szabad, illetve nem éri meg csak a szórakozás szintjén megismerni a történelem, egy évezredes mondás szerint az élet tanító mestere, és mindig olyan szempontból kell vizsgálnunk az eseményeket, és minden egyes eseményt, hogy a mai viszonyokra nézve valamit tanulságot le tudjunk vonni. Tehát a francia forradalom előzményeiről lesz szó, és akkor egy pár mondattal hadd vázoljam fel, hogy milyen helyzetben is volt Franciaország a 18. században. A 18. század elején
1715-ben hal meg 14. Lajos, a napkirály. Ő a magyar történelemből is ismert, hiszen II. Rákóczi Ferenc 1711 után, a szabadságharc bukása után Franciaországba menekül, és egy pár évet ott tölt 14. Lajos udvarába. Hát nem nagyon tetszhetett neki ott, mert nem sokára aztán útra kél, és Törökországba keres menedéket. De 14. Lajos, Versailles, a pompa, a fényűzés. Ekkor épül 14. Lajos építeti fel a ma is ismert formájában a Versailles kastélyt és a kastélyparkot, és bizony ez hatalmas költségeket jelent. Erre bizony rámegy az ország gazdasága, és kiürül a kincstár, és azok a nemesek, akik rákényszerülnek, hogyha a politikában valami szerepet akarnak betölteni, akkor a fényűző udvarban tartózkodjanak folyamatosan, bizony ezek a nemesek lassan elszegényednek. És 14. Lajos a következőt tanácsolja nekik, amikor panaszkodnak. Hát igen, igen, ezek költségek, amik itt mutatkoznak, de hát ki lehet ezt védeni? Tessenek elvenni gazdag zsidó örökös nőket. Tehát a francia arisztokrácia 14. Lajos alatt kezd mézalliánszokat kötni, azaz rangon aluli házasságokat, és ekkor hígul fel maga az arisztokrácia, tehát francia jellegű szellemisége is. De a maga a francia forradalom közvetlen előzményeihez mindenképpen hozzá kell tennünk 15. Lajost személyét és uralkodásának eseményeit. Ő ugye 14. Lajos utódja volt, és azt jegyezték fel róla, hogy bizony nagyon szerette a nőket. És hát volt egy-két szeretője. De hát egy katolikus országban, ahol szigorú erkölcsi követelményeket támasztanak, főleg az uralkodóházzal szemben, a közvélemény, az hogy fogadja ezeket a törvénytelen kapcsolatokat? Hát a közvélemény az egyszer tud róluk, másszor nem. 15. Lajos esetében ez többször kiszivárgott. És hadd említsek meg, meséljek el egy történetet, ami azt igazolja, hogy itt még a francia nép erkölcsi érzéke nem romlott meg. Ez pedig a következő történet. 15. Lajos 1744-ben Poroszország ellen visel háborút, és a csapat összevonások Franciaország keleti részében, Metzben történnek meg. Természetesen a királynak kell a parancsnokságot átvenni, tehát Metzbe utazik. A királynő Versailles-ba marad. Viszont a király nem szereti az egyedüllétet, tehát Richelieu bíboros kéri meg, hogy titkos szeretőjét, Chateauroux Márkinét titokban utaztassa Metzbe. A Márkiné meg is érkezik titokban. A két lakosztály között gyorsan egy titkos átjárót is építenek, hogy ki ne derüljön a dolog, hanem ez nyáron történik, és szeptember, tehát egy-két hét múlva a király egyik reggel magas lázzal ébred, és kiderül, hogy hasártya gyulladása van, ami abban az időben halálos betegség volt.
hivatja is a gyóntató papját, mert úgy érzi, hogy föl kell vennie az utolsó kenetet, meg kell gyónnia. A gyóntató pap azt mondja, hogy sajnos nem adhatom fel az utolsó kenetet, mert bűnös viszonyban él. Hát mit tegyek? Hát küldje el a szeretőjét a közeléből. És 15. Lajos kénytelen engedni a gyóntatópap kívánságának. Egy batáron, hintón inkább elküldi valamelyik vidéki birtokára Satoru kisasszonyt, Márkinét, és erről tudomást szerez az egyszerű nép. És följegyezték, hogy mindenütt, minden faluban, minden községben, ahol áthaladt a Márkiné, kivonult a község lakossága, és szitkokkal árasztották el, és leköpdösték a törvénytelen szeretőt. Mi lett a vége a történetnek? Minden katolikus templomban a király egészségéért imádkoztak, és a király fel is épül. Csak hogy aztán a király ismét magához rendeli a titkos szeretőt. Tehát így nézett ki Franciaország a 18. század közepén, amikor már Angliából a szabadkőművesség szervezetei bizony átkerültek Franciaországba, azaz ott is alakultak szabadkőműves páholyok, amelyek ezeket a keresztény ellenes erkölcsöket nagyon helyénvalónak találták. De ahhoz, hogy azt megértsük pontosan, hogy is kezdődött ez az újkori szabadkőművesség Európában, ez az újkori mozgalom, ahhoz szükséges az, hogy az eredetét megvizsgáljuk, és ez az eredet nem francia, hanem angol. Tehát Angliában bukkan fel az újkori szabadkőművesség, és egész különös körülmények között. 1717 egyik őszi napján egy londoni vendégfogadóban az almához, az almafához címzett vendégfogadóban három szabadkőműves páholy mestere, nagymestere találkozik, egy Anderson nevezetű protestáns lelkész, egy Desaguliers nevű, hát azt mondják róla, hogy fizikus, tehát tudós ember, és egy Payne nevű régiségkereskedő. És egyesülnek a páholyok. Tehát ez azt jelenti, hogy már a 18. század előtt is, tehát a 17. században már léteztek Angliában szabadkőműves páholyok, titkos társaságok, és ezek most hát többé-kevésbé nyíltan újabb szervezeteket is tudtak alapítani. Kik voltak ezek az alapítók? Ez is nagyon tanulságos. Anderson, a protestáns lelkész, nem igen foglalkozott a gyülekezetével, illetve nem foglalkozott vallási kérdésekkel, de azt jegyezték fel róla, hogy eléggé sötét ügyei voltak, csavargónak, csalónak mondják. Mások meg azt mondják, hogy hát egy ilyen vidám világfiként tűnt fel. No hát ez is jellemző
erre a mozgalomra, hogy itt nem éppen a legerkölcsösebb emberek vesznek benne részt. Tehát Anderson lesz az, aki majd a szabadkőműves alkotmányt, az első szabadkőműves alkotmányt az újkorban megalkotja. A másik két személyről csak annyit tudunk, hogy ez a Desaguliers, ez a másik nagymester, francia származású, és akkor került Angliába, amikor a francia király a Nanti ediktumot visszavonta, azaz a protestánsok védelméről szóló ediktumot megsemmisítette. De hát egy protestáns vallású valakiről van szó. Pénről, a régiség kereskedőről nem sokat tudunk. De mit tudunk ezekről a titkos társaságokról, amelyek Angliában, tehát léteztek már ennek előtte is? Azt tudjuk, hogy Anglia abban az időben, amikor ilyen titkos társaságok létezéséről már írások szólnak, igen komoly dinasztikus háborúkat szenved el, és akkor emlékeztessük arra a kedves nézőt, hogy mivel az iskolában erről keveset tanultunk, és régen tanultunk, ennek a korszaknak a 15. században kezdjük talán a visszatekintést, az a jellemzője, hogy a két dinasztia, a Lancaster és a Tudor ház vív egymással háborút a trón megszerzéséért. Ezt mi úgy tanultuk, hogy a rózsák harca. Hogy emlékeztessük egy kicsit a korban, el tudjuk helyezni ezeket az eseményeket. A rózsák harca a 15. században zajlik, és Magyarországon ekkor virágzik Mátyás birodalma. Tehát amikor Angliában a Shakespeare-i királydrámák szerint a legkegyetlenebb háborúkat vívják, akkor Magyarországon a legnagyobb békesség és a leggazdagabb korszak köszönt be. Tehát a 15. században győz aztán a Tudor ház, és 7. Henrik kerül a 16. század elején az angol trónra, de 7. Henrik után következik 8. Henrik, abban az időszakban, amikor Magyarországon már a mohácsi vészről kell beszélnünk, és mi a török ellen küzdünk a kereszténység védelmében. De mi történik Angliában? Angliában 8. Henrik, akit úgy emlegetnek, hogy a feleséggyilkos király, 8. Henrik szakít a római pápasággal, és létrehozza az anglikán egyházat. Tehát függetlenedik. Tehát egy protestáns egyház jön létre, és ez a protestáns katolikus harc a Stuart és a Tudor ház között tovább folytatódik, de Nyugat-Európában is vallásháborúk vannak. Nyugat-Európában ugyanebben a korszakban, tehát a Dózsa-féle parasztlázadás, azaz háború idején körülbelül 1517-ben, tehát 14-ben volt a lázadás, tehát utána 3 évvel történik meg az az esemény, amikor Luther a maga 97 pontját kiszegezi a templom kapujára. Tehát itt is egy vallásháború kezdődik,
ami majd Franciaországban 50 év múlva a Szent Bertalan éhez vezet, ahol a hugenottákat, a protestánsokat, a katolikusok halomra gyilkolják. Tehát Angliában vallásháború, Nyugat-Európában vallásháború, Magyarországon pedig a kereszténység védelme folyik. Tehát ezeket az eseményeket kell ahhoz tudnunk, hogy megértsük, hogy mi a különbség, a nagy különbség a nyugat-európai szellemiség és a magyar szellemiség között. De térjünk vissza tehát az angol szabadkőművességhez. Azt jegyezték fel, hogy Angliában a szabadkőművesség, a szabadkőműves páholyok ugye már akkor átalakultak, amikor befejeződtek a nagy templomépítések. Tehát a 15. században. A 16. században már ezek a páholyok, ezek a szabadkőműves céhek, de nem céhek, mert nincsen kötöttségük, bevétel nélkül maradtak. Most miből élhettek meg? Abból, hogy olyan embereket fogadtak be soraik közé, akiknek volt pénze, és akik menekültek a törvény tekintete elől. Tehát valami törvényellenes mozgalomban vettek részt, például a Stuart ház hívei voltak, és Angliában azokat üldözték, vagy pedig olyan illegális kereskedelmet folytattak, mert ne felejtsük el, hogy akkor már a Amerika felfedezése után elkezdődik a gyarmatosítás és az emberkereskedelem, a rabszolgakereskedelem. Tehát ezekben a páholyokban az írások szerint bizony ilyen törvény, a törvényt nem éppen tisztelő személyek kerülnek be, és a páholyok jellege is megváltozik. Tehát a szabadkőműves, az újkori szabadkőművesség kialakulásánál bizony a bűnöző elem megjelenik. De most térjünk vissza 1717-be, amikor Londonban az Almafához címzett fogadóban egyesül a három angol páholy. Ennek a három angol páholynak az egyesülését Anderson lelkész azzal ünnepli meg, hogy megfogalmazza a szabadkőműves alkotmányt. És ez megint csak nagyon tanulságos lesz, hiszen meglátjuk, hogy itt a Biblia egyes elemei, aztán a zsidó-judaisztikus hagyomány egyes elemei és egyéb kabbalisztikus hagyományok keverednek. A következő kép szól a szabadkőműves alkotmány. Ádám apánk, akit az Isten, a világmindenség nagy építőmestere saját képére formált, birtokolta a szabad művészeteket, és főleg a geometriát, amit az Isten a szívébe vésett. A bűneset óta ennek alapjai Ádám leszármazottainak szívében megmaradtak, idővel ezekből rendszert lehetett építeni, mindössze az arányok törvényének pontos megfigyelésével. A tudós elme leegyszerűsítette a geometria elemeit, és az ebből felépített rendszer lett minden művészetek alapjává, úgy, mint a kőműves, építőmesterségé, és ezek teszik lehetővé ennek magyarázatát és kifejtését.
aztán a világtörténelmi ismertető következik. Ádám apánk a geometria tudományát átadta fiainak, Káinnak és Szétnek. Ábel nem fejezte be tanulmányait, s nem ért el jó eredményeket a kőműves tudományban. Ugyanakkor Káin épp ellenkezőleg felépített egy egész várost, és nagyszerű mesternek bizonyult. Aztán a proféták, az izraeliták és a nagy Salamon király továbbfejlesztették az építészet tudományát, amihez egy kicsit a többi nép is ért, az asszírok, egyiptomiak, görögök és rómaiak. Elterjedt ez a tudomány az egész római birodalomban, így jutott el Angliába, ahol a szászok, akiknek különleges érzékük volt a szabadsághoz és a filozofálgatáshoz, elfogadták, tanulmányozták, és nagy eredményeket értek el. Végül a modern időkben a Hannoveri dinasztia alatt virágzott ki teljes pompájában, hasonlóan a régi szép időkhöz. A Hannoveri dinasztia kifejezés annyit jelent, hogy Anglia és az észak-németországi Hannoveri fejedelemség 130 évig personál unióban élt. Tehát az angol király volt a Hannoveri fejedelemség uralkodója is. Tehát 1707-től 1837-ig. De most ez a leírás azzal a tanúságul szolgál, hogy a geometria tudományának, tehát tulajdonképpen egy embertelen hideg az ész tudományának a vallásra emelésé folyik ebben a rendszerben. A páholyokban följegyezték annak idején, a minden egyes szabadkőműves páholy magát Salamon templomát akarja felidézni, és ennek az oltárára sokáig Szent János evangéliumának első evangéliumát helyezték, amit az első oldalon nyitottak ki, ami valami nagyon furcsa összefüggést akar teremteni a kereszténység és a szabadkőművesség között, ami gyakorlatilag hát nem létezik. De most ami a gyökeres változás az angliai szabadkőműves páholyok és az előző kőműves páholyok gyakorlata között és eszmeisége között az az, hogy annak idején, a középkorban, amikor a nagy templomi építések folytak, a szabadkőműves páholyokban olyan alkotmányt fogadtak el, és ez kötelező volt mindenki számára, amelyben előírták a Teremtő Isten tiszteletét és szeretetét, és amelyben az Anya Szentegyház szeretete is szerepel. Ez az újkori szabadkőművesség, ami a francia forradalomban fog majd kiteljesedni, gyakorlatilag ezzel szakít véglegesen. Ugyanis meg kell jegyeznünk, hogy a szabadkőművesség a 18. században és a 19. században mindenfajta kabbalisztikus, okkultista, keleti vallású tagot elfogad, és eszmerendszert elfogad. Egyedül a kereszténységet nem. Tehát a szabadkőművesség ekkor lesz gyakorlatilag annak a új vallásnak, a kereszténység elleni vallásnak a képviselője és a szervezete, amikor Angliában megalakítják ezeket a nagy páholyokat. Ennek a következtében lesznek majd olyan politikai
események, és következnek be olyan politikai események, amelyek, amint láttuk a múlt előadásokban, és a mai alkalommal is, a tömeggyilkosságokhoz, a marxizmus kifejlesztéséhez, és a nagy Szovjetunió népirtásaihoz vezet. Azt, hogy mi előzte meg még a francia forradalmat, két dologgal szeretném érzékeltetni. Valahogy elő kellett készíteni magát a közvéleményt is, a keresztény közvéleményt is arra, hogy a szabadkőműves eszmerendszer be tudjon hatolni a nép közé. Ezeket a előkészítő tevékenységeket a következőképpen tették meg. Például útleírások jelentek meg a 18. században. Tehát az enciklopédistákról most nem beszélek, mert azokat talán mindenki ismeri. Fellazítani a keresztény eszmerendszert, a keresztény hitrendszert, a keresztény hitet sokféleképpen lehet. Az egyik módja az, hogy útleírásokban megkérdőjelezik a keresztény erkölcs jogosságát. Ezekben az útleírásokban mindenki azt ismerteti, minden író azt ismerteti, hogy milyen furcsa népcsoportokkal találkoztak, például egy hajótörés alkalmával, de ahol a keresztény erkölcsnek az égvilágon semmi ismeretét nem fedezték fel, tehát nincsenek erkölcsi normák, mégis nagyon jól megvannak. Tehát ebből az következik, sugallja az írás, hogy nincsenek általánosan elfogadandó olyan erkölcsi normák, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Ezeket csak tanítással kaptuk a születésünk után, és ezek minden bizonnyal nem szükségesek, tehát elvetendők. A másik érdekes jelenség a francia forradalom előtt az, hogy olyan írások jelennek meg, amelyek már a 19. századi marxizmus eszméit tartalmazzák. Tehát a kommunizmus eszmerendszere is megjelenik a 18. század közepén. Tehát például egy De Morelli nevű írónak a Basiliade című művében még a 18. század első felében a következőt írja. Minden rossz forrása a magántulajdon, mert lehetetlenné teszi az egyenlőséget. Az államra kell bízni a földeket és a termelőeszközöket, és az állam majd gondoskodik polgárairól. 25 éves korig mindenkinek nehéz mezei munkát kell végeznie, utána kaphat könnyebb munkát is. Az idősek felváltva gyakorolnák a főhatalmat. A család megmaradna, de a vallásból csak a világegyetem nagy építőmesterének tiszteletét engedélyeznék. Ha valaki foglalkozást akar változtatni, csak a nagygyűlés engedélyével teheti. Tehát a 18. században már a társadalom erkölcsi rendszerének a felbomlasztásával kezdik előkészíteni azt a nagy kataklizmát, nagy katasztrófát, ami majd a jakobinus tömeggyilkosságokba vezet. És akkor gondolkodjunk el azokon az eseményeken, amik
most zajlanak, amikor olyan tanítások hangzanak el, és olyan véleményeket tesznek kötelezővé, amelyek szembe mennek a természet törvényeivel. A homoszexualitás, a genderelmélet, amelyik tagadja a teremtett természet örök törvényeit. Vajon milyen kataklizmát készítenek elő? És hogy tudjuk azt megakadályozni, hogy bekövetkezzen? Köszönöm szépen!